Egymásra pakolva sorakoznak az asztal végén a szövegkönyvek, néhány perc múlva pedig már kezdődnek is az Utas és Holdvilág olvasó próbái a Móri Zsigmond Színházban. Nem gondolkodni kell, hanem látni. Érti? Ne tanítson. De tanítom, hülye vakállat. Barom! Tanítom. De... Kus! Szemét! Az ön feladata, hogyha én beszélek, maga hallgasson. Tamás és Mihály párbeszédének részlete a darab első felvonásából. A Szerb Antal regényéből készült adaptációban Erzsi és Mihály viszontagságos és kalandos nászútját követhetjük végig. Az újdonsült férjet Ijés Ákos, a feleség szerepét pedig Kosik Anita alakítja. Magát a darabot pedig a már bizonyított visszatérő rendező Galambos Péter állítja színpadra. Nekünk lett egy mottónk, hogy ha változást akarsz, akkor kezd rögtön magadon. Van egy ilyen Gandhi mondás, ami alapján az, hogy ugye ez egy olaszországi utazás története, de egy belső utazás története is egy önismereti út. Tehát két ember rákényszerül arra, hogy megismerje önmagát, hogy ki is ő valójában, és ez a ismerd meg önmagad, és ha megismered önmagad, akkor, és változtatni tudsz magadon, akkor változtatni is tudsz a körülményeiden is. És ez az, ami izgalmas ebbe, hogy ez volt így a vezető fonál, ezt Ernyeibe a dramaturggal együtt írtuk, ez egy vadonatúj változat. 1995-ben ugyanis már rendezte Nyíregyházán ezt a darabot. Azóta azonban sok minden változott, például a társulat összetétele, hiszen most rengeteg fiatal színész kap bizonyítási lehetőséget. Nagy várakozással vagyok, mert egy fiatal társulat, ez mindig is hallom is meg, annyira megismerem Illésen keresztül, hogy most nagy a játékkedv, nagy a vállalkozókedv, és az mindig jót tesz, hogyha fiatal energiák nyúlnak egy anyaghoz, mert az azt jelenti, hogy ez nagyon megtermékenyíti egymást, és hát nyilván ez egy mindig időszerű valami, amit érdemes most is elővenni, főleg ezért, hogy mi az, amivel mi azt mondjuk, hogy egy krízis helyzetben éppen mi segít valójában. Erzsi és Mihály múlttal való szembenézését, a 80-as évek underground dalaival fűszerezett önismereti utazásukról szóló darabot először október 28-án láthatja a nagy közönség. És hogy mit eredményez a régi barátokkal, szerelmekkel és idegenekkel való találkozás, az a Móri Zsigmond Színház Krúdi Kamara színpadán kiderül.